Jó, így jó lesz. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olvasóvlog lesz. Hogy milyen hosszú, vagy hány részes, azt még nem tudom. Azt csak az idő tudja megmondani. Szóval... van nálam egy könyvsorozat, amit nem tudom, hogy kéne. Így mutatom, még nem fedem fel titkaim. Szóval itt van ez a könyvsorozat nálam. Ezt a könyvsorozatot egy csoporttársamtól és barátnőmtől kaptam meg, hogy olvassam el. És ez nem más, mint a Stage Dive sorozat. Csak ez most pont a negyedik része. Szóval első részét mondtam, Stage Dive sorozat. Kylie Scott-tól. Mint látható, ez egy rubint pöttyös könyvsorozat, erősen alulöltözött férfiakkal a borítón. Itt van az első rész, a Leak, taktus. A második rész, a Play, futam. A harmadik rész, a Lead, szóló. És a negyedik rész, a Deep, tónus. Tévedtem, csak kettőn vannak alulöltözött férfiak, a többin van póló. Elmesélem ennek a történetet, hogy hogyan jutottunk ideig, hogy én, aki egyértelműen nem nagyon szeret olyan könyveket olvasni, amiben sok hálószoba jelenet van, miért olvasok egy rubintpöttyös sorozatot most így hirtelen. Nem is olvastam még rubintpöttyös könyvet, mármint így konkrétan, magyarul. Olvastam már olyan könyvet, Red, White and Royal Blue, ami magyarul rubintpöttyös sorozatban lett kiadva, de én angolul olvastam, de hát igen, nem szoktam. Vajon miért? Na jó van! Szóval ez úgy volt, hogy tavaly a nevén nevezem barátnőmet Szintit, mert ugye én nekem egyszerűbb lesz ezt most elmesélni, és csak azért csinálom, hogy miközben folyamatról fogok beszélni, és lehet, hogy szidni fogom, miközben ezt a sorozatot olvasom, csak hogy érezze távolságban a törődést, és a csuklás rájöjjön. Szeretlek, Szinti, amúgy. Na! Szóval ez a Szinti nevezetű barátnőm. Tavaly nyáron olvasta talán ezt a könyvsorozatot, és hát folyton update-elt minket a közös csoportunkban, hogy éppen mi történik, hogy történik, és mondta, hogy Matilda, ezt neked el kell olvasnod. Mondom. Jó. Nagyon mondta, hogy meg el kellene nekem ezt olvasnom, és mondta, hogy figyelj, megveszem én is ezt a könyvsorozatot, mert ez nekem kell, és odaadom kölcsön is elolvashatod. Mondom, tudod mit? A te kedvedért megcsinálom, legalább izé tudok belőle csinálni egy olvasó vlogot. Csak aztán jött a Covid, meg minden egyéb, és akkor nem jutottak el hozzám előbb ezek a könyvek, mert valamikor ősszel már elkaphattam volna őket, csak az egyetem bezárt, és nem egy városban lakunk, szóval igen, ez így nem jött össze, de most ide kerültek hozzám, úgyhogy nincs menekvés. Ez lesz az augusztus második felében a programom, ez a 4 könyv. És megígértem, hogy ebből bizony olyan olvasóvlogot fogok csinálni, hogy csak hogy érezze a törődésemet. Tehát ha már miatt ezt elolvasom, akkor ezt a videót neki dedikálom külön. Nem, egyébként kíváncsi vagyok tényleg, mert legalább, hogyha tényleg nem tetszik, akkor rendelhetek arra, hogy miért nem szeretek ilyen könyveket olvasni. Na jó, nem, meglátjuk. Azt mondta, az első, meg a negyedik nem olyan jó, de a második, harmadik jó lesz. Úgyhogy mindegy, elhiszem neki. Úgyhogy a legelső könyv, amiről ebben a videóban szó lesz, az első rész, a Leak, taktus. Már a címe is ígéretes. Egyébként nem tudom, mennyire fogok kiégni ezeknek a könyveknek az olvasása közben, úgyhogy nem garantálom, hogy családbarát lesz a nyelvezetem, illetve hát rubintpöttyös könyvek, szóval előfordulhat, hogy olyan dolgokról lesz ebben a videóban szó, ami nem gyerekbarát. Mert ebben a videóban nyilván a könyvek kiléte miatt valószínűleg szóba fognak kerülni dolgok. Valószínűleg. Na igen, de amúgy nem haragszom senkire azért, hogy én ezeket elolvasom, ez ilyen... megígértem barátnőmnek, úgyhogy most már teljesítem az ígéretemet, mert nem szoktam.
nem teljesíteni, ha valamit tényleg beígérek, de... Még mindig nem, volt majdnem egy évben fölkészülni ezekre a könyvekre, és még mindig nem készültem fel lélekben eléggé, én úgy érzem. De hát mindjárt kiderül, úgyhogy ez lehet egy nagyon vicces vlog lesz, és lehet a mentális egészségem tropára megy miatta. Nem tudom. Én próbálom úgy fölfogni, hogy kicsit kiégek, de amúgy jót fogok közben szórakozni a kiégésemen. Reméljük ez lesz. Úgyhogy ma fogom elkezdeni ezt a csodát. Nem tudom, hogy csoda lesz-e vagy sem, nem tudom tényleg. Próbálok nem előítéletesen hozzáállni a dologhoz. Még akár jó is lehet, Matilda, még akár kedvenc könyveid is lehetnének. Lehet azok lesznek. Vagy nem. Az egyetlen, ami tényleg érdekel ebből, az csak azért, mert ebben tudom, hogy a dobosról van szó, és hát ha valaki látta az idei kérdezfelelek videót, akkor tudja, hogy miért a dobos bandatakhoz fogok vonzódni. Ja, ez lesz ez az olvasóvlog. Azt még nem tudom, hogy egyben, egy videóban lesz a 4 könyv, mert nem tudom, milyen hosszú lesz, vagy esetleg könyvenként egy, vagy 2 könyvenként egy, majd ezt meglátom, már így is 7 percnyi felvételem van, és még el se kezdtem olvasni. Szóval készüljetek fel, mert ez izgalmas utazás lesz. Há, jó, ez a videó hosszú lesz, most már látom előre, már képes leszek végigolvasni a könyveket. Szóval eljutottam kemény 2 oldalig, mármint a második oldal aljáig, és hát mit nem mondjak, a kínomban való nevetés az sokszor előfordult már. Úgyhogy most már kerestem kis cetliket, és megpróbálom szinkódolni a kiégéseim okait. Már írtam föl furcsa kifejezés, amit én nem értek, de ez lehet csak az én bajom. Aztán csak ilyen miért, és kifejezésbeli kiégés. Mi nem? Ja, nem, random kifejezésbeli és miért kiégéseket jelöltem eddig. És szerintem ezeket most én így, hogy csak így olvasom, vagy nem tudom, megpróbálom mondani. Tehát már az első oldalon volt egy ilyen, hogy kérdezte egy bársonyos, nem, egy mély, bársonyos, hihetetlenül férfias és nagyon kellemes hang. Milyen az a hihetetlenül férfias hang? De erre én őszintén kíváncsi vagyok, mert nem tudom. Ezen a ponton minden ilyen kisebb random cuccon is ki fogok égni szerintem, már csak azért, vagy hát így lesz egy ilyen agyhalálom, mert vannak kifejezések, amiket nagyon furcsálni szoktam könyvekben, és vannak olyan mondatszerkezetek, amikben ugyanazt elmondhatja nekem az ember, csak más szavakkal, és totál más lesz rá a reakcióm, vagyis hogy nem lesz rá a reakcióm. És van az a fajta mondatszerkezet, meg azok a szavak, amiket és sírok. Aztán ez is nagyon tetszett, ez a Emit, csak nem ilyen átlátszó cetlén vannak, ami így nem jó. Ránézésre a 20-as évei közepén végén járhatott, vagyis kész férfi volt, nem csak egy srác. Kész férfi a 20-as évei közepén már. I might not agree with that, but okay. Na mindegy. Egyenis vélemények. Következő kifejezés, amin meg kellett állnom olvasás közben, szóval így is szürkeverébnek éreztem magam egy csodás, félmeztelen férfi mellett. Egy csodás, félmeztelen férfi mellett. Ez a könyv ilyenekkel lesz tele, mert én akkor nagyon rosszul fogom érezni magam úgy végig. Nagyja, főleg, hogy az Úristen. És az utolsó, amit még megakadtam, és ez a második oldal vége, kérlek szépen titeket, ez az egész bekezdés, ez egy tömör gyönyör, szóval, de az a farmer gatya, szívdöglesztően állt rajta. Hívogatóan lehúzva csípő alá, pont ott feszült, ahol kell. Vink, vink, várom már, hogy mikor jön majd az a leírás, hogy mekkora van neki. Mert hogy az ilyen könyvekben mindig akkora van mindenkinek, hogy nem tudom, mint egy lónak, és
Ha a való életben is annyi férfinak lenne ekkora, mint ezekben a könyvekben, akkor a világ egy jobb hely lenne, mert kevesebb kisebbségi komplexusú ember lenne. De ezt nem mondtam, ez csúnya volt, ezt nem hallottátok. Na ilyen, szóval ott feszül, ahol kell, és még a szörnyű macskajaj ellenére is képtelen voltam elfordítani a tekintetem. Ezért nem olvasok ilyen könyveket, mert nekem az ilyen leírásoktól vére se tudnám magam kaparni. És ez még csak a második oldal volt. Jól vagyok. Még bírom. Lópornót kellett volna nekem is írnom, akkor többen vennék. Oké, nagyon gyors update. Eljutottam 60 oldalig, az egész jó. Szóval az első fejezet sorozatos kiégései után a továbbiak már nem voltak olyan borzasztóak, de gyanítom, hogy még lesznek dolgok, amik nem fognak annyira tetszeni. Szóval azóta nagyon cetlizni se cetliztem. Az egyetlen, amitől mindig herótot kapok könyvekben, vagy hát amitől mindig így fejbe tudnám magam lőni, az az, amikor van a tökéletes férfi ember, aki olyan szexi, hogy olyan szexi nem létezik, és van a csaj, aki nyilvánvalóan nem elég jó a pasihoz képest, és amikor ezt a csaj szemszögből folyamatosan kiemelik, hogy túl jó hozzám, túl jó pasi hozzám, nem érdekel. Nem érdekel, hogy ebben most pont a főszereplő csaj egy kicsit túl súlyos, még pont jó is szerintem, hogy végre egy könyv, amiben a főszereplő csaj nem az a tökéletes amúgy, de hogy csak, jaj, én csak nem veszem észre magamról, attól is rosszul vagyok. Tehát ez a... De egyébként ivós játékot kéne játszanom, és ahányszor meglátom a túl jó pasi hozzám kifejezést, vagy a csodálatos férfi ember kifejezést, annyiszor kéne innom egy felest. És akkor körülbelül ugyanabban a helyzetben találnám magam, mint ez a csaj. Szóval amúgy a sztori az az, mert most már tudom, mi a sztori, olvastam belőle annyit, hogy van a főszereplőnk Evelyn, aki a 21. születésnapját Vegasban ünnepli a barátnőivel, és megcsúszik a tequila. És reggel full másnaposan fölébred egy fürdőszobapadlón ezzel a félisten emberrel maga mellett. Ja, meg egy bazi nagy jegygyűrűvel az ujján. És kiderül, hogy hát véletlenül full részegen, nem emlékszik semmire, hozzáment ehhez az emberhez, akiről kiderül, hogy hát ő most ennek a Stage Dive bandának a valamelyik gitárosa, most nem emlékszem melyik, hogy nem biztos, hogy mondták, hogy melyik. Szóval a gitárosra sikerült összeakadniuk. És nyilván mindenki megtudta valahogy. Szóval mire leszáll szerencsétlen otthon a repülőről, addigra körbevették a paparazzik. És most elvitték a bandához, hogy elrendezzék a válást. Ja. Egyébként ez a David nevezetű gitárosunk egy világi... kimondhatom most ebben a videóban, hogy seggfej, miután jeleztem, hogy ebben nem fogok tudni szépen beszélni. Szóval egy világi popsi-buksi legyen az. Nem nyomítottam le a telefont. Na igen, úgyhogy eddig nem túl szimpi a csávó és egy két lábon járó red flag, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ebből, meg miért lesz ebből bármi is, mert hogy ezt a csávót én legszívesebben képen törölném jelen pillanatban, és nem érdekel, mi fog kiderülni, hogy milyen érzékeny ember igazából, mert nem szóltak, hogy belelóg itt a kamera képébe. Biztos velem van a baj, mert én ezt nem értem meg. De jó van, folytassuk. Mondom, most amúgy azóta az első fejezet óta olyan nagy kiégéseim nem voltak egész élvezhető olvasni, meg úgy nem tudom, valamilyen szinten kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, de nem tudom majd az első szex jelenet után mit mondok. Mert hogy azok ezekben a könyvekben olyanok szoktak lenni, hogy legszívesebben a fejemet a falba verném. Úgyhogy kíváncsi leszek. Ja, igen, és egyelőre úgy láttam, hogy ebben a bandában elég toxikus férfiak vannak, már nem azért, szóval
Értem én, hogy nagy rockstárok meg ilyenek, de az még nem kifogás arra, hogy toxikus ember legyél. Na de akkor várjál, még meginterjúvoljak így az elején, hogy mi a véleményed a következő mondatról? Hogy, és mindenki, aki képes megfogni a kezében két pálcát, megtanulhat dobolni. Még életében nem tudod dobolni, és te is fog. Szóval ez egy dobos triggerelő mondat. Ez egy kattintatok az elem. Szerintem belehallatszik, de igen, szóval Balázs éppen nem dúlozom, mi az, diablózik itt, úgyhogy... Nye-nye. Nem mondtam, hogy probléma, szóval, hogyha kattingatást halljátok, meg ilyeneket, akkor az ő. De abból élünk, ami van, úgyhogy nézzük. Szóval, hol hagytam abba? Igen. Szóval, a tegnapi napon én olvastam ezt a könyvet, 140 oldalig. Milyen ügyes vagyok? Egész jól haladok. No, nézem a jegyzetem, mert muszáj írogatnom, mert különben elfelejtem, miről akarok beszélni. Oké, a legutóbbi update óta történtek dolgok. Az egyik az, hogy a bandából egyetlen egy embert bírok, az Mel, és ő a dobos, úgyhogy... Helye! Igen, a dobos az egyetlen jó fej eddig ebben az egész könyvben, akinek tényleg értékelni tudom a karakterét. Ezen kívül, ami engem egyelőre ilyen kiakadási szintre visz, az, hogy nem bírom az ilyen instant szerelmeket. És értem én, hogy itt még nincs teljes mértékben instant szerelem, mert bár technikailag, de meg kevesebb, mint 24 óra ismerettség után ez a kettő jó ember eljegyezte egymást, és össze is házasodott Vegasban, szóval gyakorlatilag az van, csak most elértük azt a pontot, hogy hát eddig úgy volt, hogy el akarnak válni, most meg már az van, hogy együtt töltenek egy hétvégét. Igen, ez spoileres videó lesz, tehát hogy nem fogom így a spoilereket kihagyni, mert a lelki békém érdekében mindent is ki fogok magamból beszélni. Szóval igen, szóval ez a két jó ember most éppen együtt hétvégézik, nyilván egy csodálatosan szép és hatalmas házban kettesben, mert hát gazdag a rockstárunk. És hát... Azért mégiscsak meg kéne próbálni, de lehet nem lenne olyan rossz dolog, ha nem válnának el. És így, de vannak dolgok, amikkel nem értek egyet nagyon ebben a könyvben. Például ilyen volt az, hogy ugye David a csávó full kretén volt ideig, aztán most hirtelen elkezdett kedves lenni, és a csaj Evelyn megtudta, hogy ők ketten úgy akadtak össze Vegasban, hogy mindegy, volt egy ilyen balhé, és akkor ott utána a csávó hozzácsapódott, és egy úristen, engem választott, nem a haverjait, és akkor most már mégiscsak jó fej, és mégiscsak próbáljuk meg, hogy hát, ha ez működni fog, mert azért tök jó lenne, mert egy isten ez a csávó. És ezek olyan dolgok, amiktől én a falra mászok, szóval igen, tehát, hogy oké, csinált egy jó dolgot, akkor arra sem emlékszem, mert full részeg voltál, szóval. Azért ennyire alacsony elvárásaink ne legyenek már, könyörgöm. Elértek ebbe a házikóba, igen, ez volt egy csomó oldalnyi történés, hogy elértek ide a házba, és hogy ott mi van. És természetesen csak egy ágy van. Én szeretem az egy ágy trópot, azzal nincs problémám. Csak egy gazdag ember házában az, hogy csak egy ágy van, az... Mert mondjuk nem játszották el azt, amit ilyenkor elszoktak, úgyhogy szomorú is vagyok, legalább azt eljátszották volna, hogy jaj, nem, én alszok a kanapén, jaj, nem, nem. Szóval ezt nem úgy csinálták meg, ahogy én ezt szeretem, úgyhogy csalódás. És tényleg feleseznem kéne minden alkalom, amikor kimondják, hogy tökéletes ez a férfi benne, mert ha nincs megemlítve minden oldalon, akkor egyszer se, és azért ez egy kicsit sok már nekem, mert oké, értem én egy Adonis. Lépjünk tovább ezen. Nyilván az, hát, hogyha híres ember, akkor csak szexi lehet, ami... Tudjátok, ez a tökéletes az illata, tökéletes az arcberendezése, a méretei, bár arról még mindig nem volt szó. Egyébként, ezt még nem mondtam, hogy én nekem ezt a könyvet úgy reklámozta szintibe, hogy ez ilyen minden második oldalon
szex jelenet lesz benne, ehhez képest itt vagyok 140 oldalon, és még nem volt semmi. Szinti, te hazudtál nekem, és szomorú vagyok emiatt. Én erre készültem föl, erre ez még nincs. Milyen dolog ez? Ugye? Nem tudom Balázs se így szórakoztatni azzal, hogy felolvasom neki a jeleneteket. Pedig én erre készültem. Azt írtam még föl, hogy Istenem, ez a pasi mindenhez is ért. Már nem emlékszem, hogy miért írtam föl. Ja igen, és amiről még szerettem volna beszélni, hogy tegnap ott hagytam abba, hogy a kettejük éppen hát már kezdett volna összemelegedni, szóval már így gondoltam, hát ha akkor végre történni fog valami, ami elvileg ennek a könyvnek a marketingje, az pedig az, hogy végig szexelik az egészet. És jó, elkezdtek csocsolozni, és a csávó ledöntötte a csajt a lépcsőre. Amit így, hogy? Mármint nem az, hogy hogy döntötte le a lépcsőre, az a része megvan, de hogy a csaj vízszintbe így feküdt a lépcsőn. A lépcsőn. Esküszöm, megnézem, ráfekszek itt a lépcsőre, és megnézem, hogy az ugyan mennyire lehet kényelmes, mert én nem hiszem el, mert oké, hogy így gondolta csak, hogy jaj, nem is érdekelt egy kényelmetlen, de a nyomvat lépcsőre nem lehet rendesen ráfeküdni, már nem azért, nem? Te próbáltál már lépcsőre ráfeküdni? Nem. De ez nem lehet kényelmes. Nem jutna eszembe. Mármint a fejét fogta a csajnak a csávó, de hogy amúgy meg legalább 3-4 különböző ponton nyomhatta végig a gerincét a lépcsőt. Na mindegy, szóval vannak érdekes dolgok, mondjuk tudom, hogy az ilyen könyvekben szoktak lenni érdekes dolgok, de atya ég, jó van. Mielőtt bárki jönne azon, hogy én itt csak fikázom ezt a könyvet, nem csak fikázom ezt a könyvet, én csak kiemelek néhány dolgot, ami szerintem, ami egyrészt nekem nem tetszik, vagy szerintem problémás, de amúgy meg már itt vagyok 140 oldalon, és egészen élvezhető, úgyhogy nem azt mondom, hogy jó, de nem azt mondom, hogy rossz. Majd meglátjuk még, mi fog történni. Még nagyon sok hátra van, és most már jöhetne az a jelenet, amit itt várok. Elvileg azon fogok a legjobban kiégni, amik majd akkor történnek, szóval hol vannak? Átverve érzem magam. Na jó, mentem olvasni. De meg mit járt a Diablozzel? Jó. Nem tiltakozol. Szóval, ott tartok, hogy a könyv felénél tartok. És most ítéltem el ténylegesen ezt a könyvet, így véglegesen, komolyan mondom, mert na, mindegy. Menjünk sorba. Kicsit meg vagyok még fázol, úgyhogy azért van ilyen fura hangom. Jaj, hát ezek most végre így elkezdtek beszélgetni, azt úgy döntöttek, hogy szeretik egymást, vagy én nem tudom, valami ilyesmi. Erről volt szó. És ez nagyon részletes, inkább nem is emelem ki. Szóval ennek a csávónak, Davidnek komoly dükezelési problémái vannak. Mármint tényleg komoly. Mert hogy aznap, mikor megpróbálta aláíratni Evelynnel a vállópert, csak úgy ott hagyta az ügyvédeknek. A csaj meg bőve kirohant, és akkor a dobos összeszedte, és elvitte magához, hogy se az ügyvédek, se a paparazzik ne nyöztessék. Próbálok például kevesebbet káromkodni ebben a videóban, hogy csak azok a káromkodások legyenek benne, amiket mondjuk felolvasok. És mint kiderült, ezért a David bepöccen. És a kedvenc gitárját szétverte a dobosnak a felszerelésén, azaz a dobszerkón. Szétvert egy gitárt egy dobszerkón. Nem, szabad. Láttam, mennyibe kerül egy dobszerkó. Nem érdekel, hogy gazdag befutott rockstárok, akkor is. Basszus, azért ilyet nem csinálunk, csak úgy szerintem. Mert valamit feltételezünk valamiről már. Tehát, hogy... Mert azért verte szét a dobszerkót, mert hogy elvitte a csajt a csávó. Szóval már itt kezdődnek a problémák, ha ez nem elég nagy red flag.
Ja igen, és akkor gyorsan eldöntöttük, hogy jaj, hát akkor mégsem akarjuk aláírni a papírokat, mert kis kipisztünk az ágyba, és most már szerelmesek vagyunk. Most már mindent eldobom, mert most már nagyon szerelmesek vagyunk. Ami így ismerjük egymást 4 napja most már, kemény 4 napja. A lépcsős csokolózásos jelenet után, amit félbe szakítottak, utána volt egy... Utána végre megtörtént, aminek meg kellett történnie, vagy hát amit vártam. Mondjuk elég lagymatag jelenet volt, én azt hittem, hogy itt valami durvább dolgok lesznek, legalábbis nekem úgy adták elő, de hát óvastam már részletesebbet, már nem azért. De volt egy kifejezés, ami kifejezetten olyan volt, hogy VTF, csupa nagybetűkkel, tehát én ezt nem... Vannak dolgok, amiket nem tudok elképzelni ezekben a könyvekben. Szóval, a nyelvét a számba csúsztatta, és végig simította vele az én nyelvemet, már itt is problémáim vannak. Kuc-kuc. De folytassuk. Igen, szóval, igen. Azután a fogaimat és az ajkaimat kezdte kényeztetni. Fogakat. A nyelvével. What? Biztos ez valakinek tetszik, vagy érti, hogy mi történik itt. Én nem. Az előbb volt egy elég magas kiakadásom, úgyhogy mindjárt odaérünk. Ja, a másik, hogy ezen a csávon valamiért mindig csak farmer van. Alson a drag nélkül. Ami szerintem kényelmetlen, de hát biztos ilyen menő rockstar rossz fiú dolog, hogy nem hordasz alson a drágot. Biztos nem dörzsöli ki. Nem tudhatom. Na és akkor jött az a jelenet, ami most kiakasztott, és elásta egy kicsit magát a könyv, amiatt magát. Szóval elásta magát a könyv előttem, hogy jaj, a csávó 2 éve nem tud dalt írni, de most gyors írt egy éjszaka alatt 2-t is a csajhoz, mert hát nagyon vannak érzései már, és elkezdték a ház alatti stúdióba fölvenni a dalokat. És amíg ők fölvették a dalokat, a csaj egy másik nővel elment sztéket enni, vagy oldalast, vagy valami kaját. És nem akarta megszakítani őket a fölvétel közben, úgyhogy hagyott egy cetlit. És nem vitt magával a telefont, mert lemerült. És elmentek kajálni. Ott, amíg vártak a kajájukra, addig nekiálltak táncolni, mert ott van ilyen zenegép, és country számok szóltak, és a csaj szereti a countryt. És akkor jöttek oda hozzájuk csávók, hogy velük táncoljanak, és az egyik elkezdett dörgölőzni. Mire a csaj mondta, hogy bocs, nem. Mire a csávó nem hagyta abba, úgyhogy volt egy ilyen kis izé. Ugye próbálta ellökni meg minden, és akkor végül elhatározta, hogy hát a térdével érzékeny pontra fog tapintani. Erre megjelent David, mint egy fújtató, dühös bika, vagy nem tudom, kb. Ilyen stílusban van leírva a könyvben, és elkezdenek verekedni. Mindenki nagyon dühös, akkor visszamennek a házba, és erre David a csaj fejéhez vágja, hogy persze, mert elment pasizni. És nem is szólt neki, és így... Mármint... Jó. Oké. Okay. Ja, és ezek után, mivel mindketten dühösek voltak egymással, ahelyett, hogy megbeszélték volna a problémát, nyilvánvalóan nyomtak egy vad, állatias szexet. Mert az mindent megold. Sokkal egyszerűbb itt a problémáinkról beszélni, tényleg. Úgyhogy itt tartok a könyv felénél, és most már tényleg vannak problémáim. Tehát ez már tényleg az, hogy ez egy akkora villogó red flag nekem egyelőre, hogy... És nyilván még mindig ez a pasi a világ legjobb pasia és a legcsodálatosabb férfi ember a világon, és mindenhez érte, és mindenben jó. És úristen, és odáig vagyunk érte? Azért annyi mindent még nem tett, hogy ennyire odáig legyünk érte, már nem azért. Mármint, hogy így elég basic szinten nyomja egyelőre. Ja. Mert azért az, hogy végül a bikini modell cicababát nem... hogy mondjam szépen... Nem kényeztette meg... Hú, ez nagyon szarul hangzik az érszámból. Szóval, hogy végül nem volt köztük semmi, mert...
mert nem tudod csak a csajra gondolni, azért még nem fogom megtapsolni. Elvileg a százasodtatok valamiért egy nap után, úgyhogy akkor már tartsd magad a dologhoz. Na mindegy, úgyhogy... és még nem volt mélypont. Még nem volt mélypont, majd kíváncsi leszek a mélyponton, mennyire akadok ki ezen a könyvön, mert... kezdek. Komolyan kezdek kiakadni. Na próbáljuk meg, mert a kamerámban már nincs annyi töltöttség, meg hely se, úgyhogy megnézzük, hogy mit tudok fölvenni. Szóval, befejeztem ezt a csodálatos könyvet. Nem volt csodálatos. Azt hiszem kb. A könyv felénél volt utoljára bejelentkezésem, de azóta annyi minden történt, hogy már úgy voltam, hogy felesleges szájtépés, hogyha megint elmondom ugyanazokat, amikkel továbbra is problémám van, és elfelejtettem felhúzni a szemüvegem. Csodálkozok, hogy nem látok. Röviden összefoglalva, voltak értékelhető pillanatai ennek a könyvnek, nem sok, és nem túl jók, de voltak. És ez emiatt most azt hiszem végül igen, 2,5 csillagot adtam rá, mert ja, tényleg ez, hogy voltak benne dolgok, amikre azt mondtam, hogy oké, ez nem volt teljes mértékben kiugrok az ablakból pillanat, de továbbra is úgy gondolom, hogy ez nem volt egy jó könyv, és nagy olyan dolgok voltak benne, amiktől én kiakadok, és még csak nem is az olyan dolgokon, mint az erotikus része, mert ahogy őszintén szóval olvastam már durvábbat, nézek az álomgyáros könyvekre, ebbe annyira nem voltak túl részletezve. Amit mondjuk valamilyen szinten tudok értékelni, úgyhogy lehet ezért is kapja meg a 2,5 csillagot, mert ja, nem voltak túl húzva legalább azok a jelenetek. De, óristen, elő kell vennem a jegyzetem. Annyit... az agysejtjeim meghaltak legalábbis, én úgy érzem. Van itt egy baromi hosszú jegyzetem, amiben olvasás közben mindenféle érzelmeimet írtam azóta, hogy utoljára bejelentkeztem már, mint hogy végigtett, hogy itt van, nem tudom, 40 kis jegyzetpont összesen azokkal együtt, amiket már elmondtam. Mi az, amit még kiemelnék a könyvből? Továbbra is remértem, hogy a csávó miért nem húzasson a drágot a farmer alá. Tehát én úgy gondolom, hogy rockstar és elvileg a megfelelő helyen szűk a nadrágja, tehát akkor skinny jeans-t hord, nem értem. Konzultáltam hímnemű egyetekkel erről a gondolatomról, hogy nem értem, mert nem húz alsón a drágot farmer alá, és ők se értettek egyet velem, mármint hogy egyet azzal, hogy ez szexi lenne, vagy bármi, úgyhogy talán nem én vagyok az egyetlen ember, aki ezt furcsának gondolja meg, egyáltalán nem szexinek, de jó van, mindegy, David nem szeret alsón a drágot húzni, oké. Okay. Jó. Ami a legnagyobb probléma, hogy ebben a könyvben olyan baromi toxikus volt ez a kapcsolat, és nem is az, hogy toxikus, de hogy annyira problémás volt már így az elejétől kezdve, a közepén át, a végére oké, elismerem, David összekaparta magát, és tényleg oda tette magát, és tényleg csinált valamit azért, hogy kibéküljenek, de hogy amúgy meg csinált egy csomó... Hogy mondjam, hogy ne káromkodjak, szóval csinált egy csomó mindent, ami nem volt oké, és azért ennyivel, na mindegy, nem tesszük jóvá, meg továbbra is azt gondolom, hogy az nem egy probléma megoldása, hogy... de muszáj ezt csúnyában mondanom, szóval ez nem megoldás egy problémára, hogy dugunk egy kurva nagyot. Ez nem. Ez nem fogja megoldani a problémát, az fogja megoldani a problémát, ha az a két szerencsétlen végre leül, és megbeszélik, hogy mi bajuk van a másikkal, vagy nem tudom, és ez alig ha történt meg ebben a könyvben, amitől én továbbra is a falnak tudok menni. Főleg, hogyha a félreértések és a feszültségek ebből keletkeznek, mert hogy tök totál felesleges oldalszámok mennek bele a könyvbe, mert hogy nem beszélgetnek, hanem inkább van egy háromoldalas szex jelenet benne, amire senki nem volt kíváncsi, hogy őszintén. Legalábbis én nagyon nem voltam rá kíváncsi, pedig le van nevítve, jó, valamit hallottam. Halúzok is már, tessék, ez a könyv elrontotta az agyamat. Hú, miről akartam még beszélni, mert tudom, hogy két dolog volt, amit mindenképpen akartam. Ja igen, az, hogy az a bajom az ilyen könyvekkel, hogy értem, hogy rá van írva, hogy 18 pluszos, de nyilván nem 18 pluszos emberek olvassák, mert senki nem kéri el a személyedet, amikor könyvet veszel. És én aggódom az olyan embereknek a kapcsolatokról kialakított képért, akik ilyenen
nőnek föl. Mondjuk ezt. Tehát, hogy eleve a romantikus könyvek azért egy elég irreális képet tudnak adni arról, hogy hogyan néz ki egy párkapcsolat, meg hogy hogyan alakul ki, meg milyen dolgok vannak benne, ami ez a filmekre is ugyanúgy igaz, meg a sorozatokra, tehát hogy azért vannak olyan dolgok bennük, amik így jaj, de jó lenne, ha velem is megtörténnek, és amúgy nem fognak, meg nem úgy fog működni a való életben, és azért kicsit néha ilyen problémásnak érzem ezeket is, és hát én is könyvmoly vagyok, úgyhogy ja, tapasztalatból beszélek, hogy azért vannak dolgok, amik nem úgy működnek, mint a könyvekben, de azért ugye az ember nyilván elvárja meg, hogy vannak ezek a TikTokon is, vannak ezek a videók, hogy már hogy a férfiak miért nem nők által írt, mert hogy ugye mindenki, aki olvas, nők által írt férfi karakterekbe szerelmesek, tehát hogy így nem reális dolgokba. És igen, és ez a könyv is egy tökéletes példa arra, hogy ez így a való életben nem működne. Tehát, hogyha nem tudom, példának okáz, hogyha az én párom olyan ideges lenne egy nem is annyira nagy problémán, hogy a kedvenc gitárját szétveri egy dobfelszerelésen, tudom ezek mennyibe kerülnek, úgyhogy hát jó, hogy neked ennyi pénzed van, hogy szétverheted egyrészt, másrészt dökezelési problémák, ember. Menj el pszichológushoz! Egy ponton végre elmennek benne pszichológushoz, de ez az egész könyv sokkal rövidebb lett volna, ha már az elején mindenki elmegy pszichológushoz, mert póristen, annyi probléma volt itt, hogy atya ég, tehát ezek a cetlik itt benne, ezek nem a jó dolgok, ezek továbbra is mindenféle kifogásaim, és nem is jelöltem mindent, mert egy idő után elfárad ebben is az ember. Szóval nagyon problémásak voltak a dolgok, és a párkapcsolatot is. Én nem tudom, tehát hogyha ez a való életben működne, akkor szerintem nagyon nem lennének boldogok a felek benne. Mármint jó, nyilván én is magamból indulok ki, de hogy azért ez elég not my cup of tea lenne, mondjuk szintén. Én Davidet nem találtam szexinek, csak egy ilyen kanálvízbe megfojtanám kategóriájú embernek. Evelyn is... Hát vele se volt minden teljesen rendben nálam. Ráadásul ez annyira elegen van ettől a szexuális ragadozó, alfahím, minden szuper vele kapcsolatban is vannak kis szende szűz vagy éppen csak szűz leányozó, akit jól, hát hogyha a könyvbeli szavakkal élünk, jól megkúrnak. És így ez nekem annyira visszataszító, de úgy komolyan, tehát hogy elegem van az ilyen könyvekből, tehát hogy ennyi, és még ennek van három része, és most jelen pillanatban azon gondolkodok, hogy én nekem lehet, hogy erre nincs se időm, se energiám, se kedvem, még talán a dobos résznek adok egy esély, de hogy én még egy ilyen könyvet nem tudok elolvasni. És ezek után, hogyha valaki megkérdezi, hogy mikor olvasok Sarah J. Maas könyvet, akkor így gondolja végig, amit most ebben a videóban mondtam, de úgy amúgy is, hogy mit olvasok, és így vajon miért nem fogok Sarah J. Maas-tól olvasni? Igen, akkor még gyors térjünk ki a szex jelenetekre, meg a minden erotikus részére. Nekem a szex jelenetekkel alapból azt szokott, amikor ilyen erotikus könyvet olvasok, a bajom lenni, hogy én baromira cringe-nek találom az összeset. És ennek a legfőbb oka az, hogy az összes szó, amit föl tud az ember használni egy ilyen jelenet leírásához, én azt nem találom megfelelőnek. Mármint, hogy csak a maguknak a szavaknak így a formája, meg én mindenféle dolgaik alakja, meg ilyenek. Én nem érzem úgy, hogy azok leírják jól a dolgokat, és már csak hangulatban is. Tehát, hogy az összes ilyen szó, mint a farok, a kúrás, a dugás, meg ezek nekem, ezek annyira olyanok, hogy nem. Akkor a turn off az egész, meg minden, tehát, hogy... És a, például a szexre is, tehát ott van a kúrásdugás, oké? Okay? Meg ott van rá a szex szó, meg ott van rá a szeretkezés szó, és így ebből a négyből, amit most felsoroltam, a szex az egyetlen szó, amit így el tudok rá fogadni, mert az úgy oké okay nekem, de a másik kettő az annyira szélsőségesen furán hangzik a szituációra mondva, hogy nem, és... Mindig, amikor, de és ez akármilyen nyelv, vagy ez akármilyen nyelv, angolul se jobb egyébként, tehát, hogy... De tényleg, hogy magyarul kicsit jobban cringe-elek az ilyen jeleneteken, tehát... Nem jönnek be azt kész, tehát, és ráadásul tényleg az, hogy amilyen kapcsolatok ezekben a könyvekben szoktak lenni, hát igen, megérnek egy misét. Szóval igen! És mondom, ez a könyv tényleg nem a szex része miatt volt rossz, hanem csak
hogy minden. A karakterek is hagytak külön, úristen, a karakterek is olyanok voltak, hogy így az összes haszna vehetetlen volt, az egyetlen, akit megkedveltem, az a dobos volt, de hát azért vele is vannak problémáim, mit ne mondjak. Nagyon sokszor, én nem tudom, hogy ez a fordítás hibája, vagy az eredetiben is így van, de nagyon sokszor voltak ilyen ismétlések benne már, mint hogy így egy oldalon belül háromszor csillogott ugyanúgy az emberek szeme. Annyit csillogtak ebben a könyvben az emberek szemei, hogy így tiszta diszkó volt már az egész egyébként. Tehát mindig, hogy mindig valami csillant a szemükbe, mindig valami csillant a szemükbe. Igen, kezdem magam felspanolni, lehet rajtam látni szerintem. Tehát annyi minden problémám volt, hogyha most az összeset részletesen elmondanám és kifejteném, ez egy nagyon hosszú videó lenne. Így is nagyon hosszú videó lett. Így is én azt hittem, hogy majd belefér mondjuk legalább két könyv ebbe az egy darab vlogba, de mivel tudom, hogy már legalább van egy órányi felvételem hozzá, nem fog, tehát... Nagyon sok probléma volt benne, de tényleg, tehát... Ez a könyv egy két lábon járó red... Nem két lábon. Ez a könyv egy 380 oldalas red flag party. De tényleg, tehát hogyha egy... párkapcsolatban akármelyik fél ilyet csinál, ami ezekben a könyvekben volt, az szerintem nem oké. Én nem hiszem, hogy valaki az ilyen dolgokat eltűri meg ilyenek, meg oké, persze, nehéz. Nehéz azt mondani, hogy ja, ez nem oké, de... De ez nem egészséges, ami ebben a könyvben ment. Nem volt az. És az a bajom, hogy én... Jó, nem olvastam sok erotikus könyvet, de hogy én még nem olvastam olyat, amiben így azért 100%-ig oké lettem volna a párkapcsolattal benne. Mert nyilván ezeknek a vége mindig az, hogy valami párkapcsolat lesz. És mindegyikben találtam volna, most tényleg próbálom nézni ezeket az államgyárasokat, mert... Hát még talán a legnormálisabb az a Red, White and Royal Blue volt, de... Szerencsére abban az olyan sok izé nem volt, úgyhogy, ja, de... Lehet ezen a ponton felesleges tovább sorolnom a problémáimat ezzel a könyvvel kapcsolatban, mindegy, nem volt jó. És szerintem nem volt se szexi, se egyéb másik jelző, tehát... Cringe-nek cringe volt, az biztos, tehát az nagyon az volt. Beszélgettem is drága barátnőmmel, akitől kaptam kölcsön a könyveket. Szórakoztattam őket a csoportban a kiégéseimmel. És akkor mondta, hogy de azért ismerje már, vagy mondta, hogy de azért vannak benne részek, amik viccesek. Én megírtam, hogy nem, én ezen a könyvben csak azért nevettem, mert már annyira rosszul éreztem tőle magam, hogy nem tudtam máshogy reagálni a dolgokra, mint hogy ezen belül halott egyébként. Tehát, hogy... És csak azért vagyok szomorú, hogy ez a könyv, amit a kezembe tartozok, ez egy harmadik utánnyomás. Tehát ez azt jelenti, hogy ebből elfogyott annyi példány, hogy háromszor kellett utánnyomni. És azért vagyok szomorú, mert ahányszor felmegyek TikTokra, mindig ilyen könyvek jönnek velem szembe. Az már más kérdés, hogy mindig ugyanaz a három könyv, de mindegyik olyan, hogy a 90% a szex, és nem érdekel. Tehát, hogy én nem hiszem el, hogy mindenki mást érdekelnek az ilyenek rajtam kívül, tehát én ezt nem vagyok hajlandó elhinni. De hogy csak ezt látom, tehát hogy már heróton van attól, hogy mindig csak ilyen könyveket látok, mert ettől vannak sokkal jobb könyvek, sokkal jobban megírva, mert ez nem volt egyébként jól megírva se, tehát hogy... Tényleg most nem tudom, hogy ez a fordításon csúszott el, vagy máson csúszott el, vagy alapból nem volt ott a fogalmazás, de... Konkrétan tegnap este hazajöttem, és anyámnak szerintem fél órás kis előadást tartottam az addig elért pontig, hogy mi mindent utáltam ebben a könyvben. De hogy úgy tartottam neki azt a fél órás kis előadást, hogy hangosan, és így ugráltam dühömben, tehát hogy... Hát, vannak érzéseim ezzel a könyvvel kapcsolatban, és egyik se pozitív, tehát... Igen. De úgy látszik, hogy ezt megveszik. Megveszik a lefordítási jogot, meg lefordítják, és kiadják, és valamiért megéri. Ami nekem személyesen egy furcsa koncepció, mert én úgy gondolom, hogy ettől sokkal jobb könyveket is lefordíthatnának, például Let's See, mondjuk itt van a Carrion, szerintem azt jobban megérné.
Bár nyilván ugye abban nincsen szex, tehát valószínűleg kevesebben mennék, mert valamiért ezt megveszik. Hát jó. Tehát ilyen könyveket kell írni ezek szerint, mert ez elfogy. Ami egy nagyon rossz tanulság ebből az egészből nekem, legalábbis én ennek nem örülök, de hát jól van. Mindegy. És azt hiszem, ezt itt most lezárom, mert elfáradtam, és már nincs erőm tovább kiakadni ezen a könyvem. És le fog már ülni a kamerám is, úgyhogy... Hát majd meglátom, hogy ennek lesz a folytatása. Mert nem biztos, hogy bírom aggyal. Ésszel. Épp. Mentális egészséggel. Szóval, igen. Ez volt a Stage Dive első részének, a Liknek a vlogja. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, ha megérem.